Kronika.pro. A Székelység a magyar nemzet része, szögezte le kedden a Magyar Tudományos Akadémia a székelyek honos népcsoportá nyilvánítására irányuló anyaországi választópolgári kezdeményezés során. A Tudományos Köztestület elütötte a Krónikának a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutatóintézetének a témában tavaly decemberben készített állásfoglalása teljes változatát. Mint ismeretes, a Budapesti Nemzeti Választási Bizottság július 5-i ülésén elfogadta a székelyek honos népcsoportá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezésre összegyűlt aláírások ellenőrzéséről szóló jelentést. A kezdeményezést 1022-en támogatták érvényesen. A honos népcsoportá nyilvánításról az országgyűlés dönt. A Tudományos Akadémia viszont leszögezi, hogy álláspontja szerint a Magyarországon élő székely közösség nem felel meg a nemzetiségek elismeréséről szóló törvényi feltételeknek, ami azt jelenti, hogy a székelység a magyar nemzet része. Kronika.ro. Magyarok és székelykedők. Balogh Levente írása. 2018. július 14-e. A székelyek magyarok, szó sincs arról, hogy külön nemzetnek, nemzetiségeknek lehet le őket minősíteni. Olvasható a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásában. Az emberek többsége ezt olvasva persze joggal értetlenkedik, mondván miért volt erre egyáltalán szükség, hiszen evidenciákról, nyilvánvaló tényekről nemigen szokás hivatalos, tudományos álláspontot kiadni. Nem olvashattunk akadémiai állásfoglalást arról, miszerint nappal világosan, mint hogy arról sem, hogy a jég hideg. Nevetséges is volna, ha magától értetődő kérdésekben kéne a tényekre újra és újra rávilágítani. Az, hogy a székelyek magyarságának egyértelmű tényét most mégis kénytelen volt hivatalosan megerősíteni a tudós társaság, annak tudható be, hogy egy magát Székelyek Világszövetségének nevező szervezet azt a célt tűzte ki, hogy Magyarországon honos nemzetisége nyilvánítassa a székelyeket. A tavaly kezdeményezett, már akkor is általános meghökhetés keltő akció most azt követően vált ismét aktuálissá, hogy sikerült összegyűjteni az ehhez szükséges 1000 aláírást, így a hatályos törvények alapján az országgyűlés dönthet arról, helyt ad-e a kezdeményezésnek vagy sem. Ez indokolta az akadémiai állásfoglalást is, a végső döntéshez ugyanis a tudományos vélemény is szükséges arról, megalapozott-e egy adott népcsoport magyarországi honos nemzetiségi nyilvánítására irányuló kezdeményezés. Kezdeményezők céljai azóta sem világosak, zavaros magyarázataikból nem derül ki, mitől volna jó a székelyeknek, illetve a magyaroknak, ha a székelyek pont Magyarország külön nemzetként ismerni el. Az viszont továbbra is evidens, hogy mitől lenne rossz, ha nem is feltételezzük azt, hogy a felvetés mögött valamilyen formában a román állam áll, természetesen a titkosszolgálatai révén, akkor is nyilvánvaló, hogy egy ilyen kezdeményezés csak is az erdélyi magyar közösség felszámolására, beolvasztására törő román hatalommal már hajtaná a vizet. Hiszen amennyiben Budapest úgy döntene, hogy a magyartól különböző önálló nemzetnek ismeri el a székelységet, biztosak vagyunk benne, hogy nem kellene sok idő ahhoz, hogy Bukarest is így tegyen. Attól kezdve pedig búcsút vehetnénk a jelenleg még mindig 1,5 millió körüli magyar közösségtől, és a magyaroknak egyes településükön a számarányuk alapján járó a jogoktól. Azt már szinte fölösleges is megemlíteni, hogy önálló székely nyelv nem létezik, mint ahogy a sajátos regionális identitás ellenére a székely kultúra a magyar kultúra szerves része. Persze, már is vannak olyan hangok, amelyek szerint az akadémia ebben a kérdésben is idegen érdekeket szolgál, mint a finnugor elmélet úgymond erőltetésével. Róluk leperegnek ezek az érvek, ugyanúgy hisznek a maguk agyszüleményében, mint a lapos föld hívők, vagy azok, akik szerint Hitler egy maroknyi náci tudossal és katonával együtt repülőcsészajakon a hold sötét oldalára menekült, és azóta is várja a visszatérést. De ez most nem fontos. Legyenek csak el a saját kis világukban a sumér-magyar rokonságot és a magyarság szíriuszi származását hirdető hovokosokkal.
Az akadémia kimondta a nyilvánvaló igazságot, az országgyűlés pedig remélhetőleg minél hamarabb elveti a nem csupán az erdélyi magyar közösség, hanem az egész magyar nemzet szempontjából káros kezdeményezés. A székelység a magyar nemzet része, szögezte le az elmúlt héten a Magyar Tudományos Akadémia a székelyek honos népcsoportán nyilvánítására irányuló anyaországi választópolgári kezdeményezés kapcsán, írja a Krónika Erdély Magyar Napilap, amely kérésére a Tudományos Köztestület eljuttatta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének a tavaly decemberben készített állásfoglalása teljes változatát. Mint ismeretes, a Budapesti Nemzeti Választási Bizottság július 5-i ülésén elfogadta a székelyek honos népcsoportá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezésre összegyűlt aláírások ellenőrzéséről szóló jelentést. A kezdeményezést 1022-en támogatták érvényesen. A honos népcsoportá nyilvánításról az országgyűlés dönt. Az MTA viszont leszögezi, hogy álláspontja szerint a Magyarországon élő székely közösség nem felel meg a nemzetiségek elismeréséről szóló törvényi feltételeknek, és aki talán a témában a leghivatottabb nyilatkozni székely, Horváth István, elnézést kérek. Aki székely is, igen. Igen, székely is egyben, annyit mondtuk a széket, Horváth István szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát nagyon hosszú jogi szövegek és mindenfélék. A lényeg az, hogy itt felsejlett két olyan dolog, anyaországi székelységről esett szó, ugye? Igen. Akkor talán kezdjük ott, hogy anyaországi versus külhoni székelyek, vagy egyáltalán mit jelent ez, hogy anyaországi székelyek? Természetesen magyarországi kisebbségi törvényből kell kiindulni, mely kisebbségi törvény meghatározza a nemzeti kisebbség fogalmát, illetve annak a feltételeit, hogy egy adott népcsoportot úgymond őshonos nemzeti kisebbségként ismerjenek el. Tehát az eljárást is, és azokat az általános ismérveket, amelyet meg eleget kell tegyen egy népcsoport ahhoz, hogy egyrészt elismerjék jogilag, mint nemzeti magyarországi nemzeti kisebbséget, másrészt, hogy részesüljön azokban a jogokban, jogosítványokban, amelyekben a magyarországi kisebbségi törvény szerint egy népcsoport részesül. Tehát ez az egyik vonatkozása, és ilyen szempontból a kezdeményezés arra irányult, hogy a Magyarországon élő székelyeket külön népcsoportként ismerjék el, mondjuk a magyarországi ruténekhez, ruszinokhoz hasonlóan, vagy a magyarországi németekhez, vagy románokhoz hasonlóan. Milyen különbségek vannak az a magyarországi kisebbségek között? Ugye ott vannak, mint említettük, a románok, vannak szlovákok, németek, székelyek, mint ilyen akkor, illetve hát zsidók, és még sok más kisebbség vannak, amelyek a saját nyelvüket beszélik, vannak, amelyek magyarul beszélnek. Milyen különbségek, milyen nüanszok vannak itt, illetve hogyan... Hát egyrészt, hogyha csak pusztán itt a törvényes feltételeket nézem, az, hogy szerepeljenek például a népszámlálásban, és legyen mindig egy kritikus tömeg, most pontosan a számot nem tudom, egy kritikus tömeg, amely különböző Magyarország területét tartott népszámláláskor olyan anyanyelvűnek vagy nemzetiségűnek vallja magát. Tehát gyakorlatilag ez egy húzamos jelenlétet feltételez, mint olyan. Azon kívül az objektív feltételek között felsorolja a törvény, hogy saját nyelvük, kultúrájuk legyen, még akkor is, hogyha ezt a nyelvet nem feltétlenül beszélik első nyelvként, ugyanis a magyarországi népszámláláson például megkérdezik azt, hogy milyen származású nyelv, vagy van egy kötődési nyelve, olyan, amelyet a családban valaki beszélt, vagy kötődik-e valamilyen fajta nemzetiséghez, tehát ott a nemzetiségi kötődésnek, mind a kulturális, úgymond objektív ismérveit, több változó mentén értelmezik. Romániában például csak egy kérdés van, hogy mi az anyanyelve, amelyet elsőként megtanul nyelvként értelmeznek Magyarországon, azért azt is nézik, hogy van-e kötődése, valamilyen kulturális kötődése más nyelvhez, még akkor is, hogyha azt nem beszéli föltétlenül nagyon jól, vagy nem beszéli azt gyakran. Tehát ezek a formálisak, és hát nyilvánvalóan nem formálisak között az van, hogy hát vallják magukat annak, legyen egy kötődés, amit hát a legjobb mutatója talán a népszámláláskor azért van egy jelentős tömeg, vagy egy jelentős számú személy, amely annak vallja magát. Melyek azok a különbségek, mondjuk, ami az anyaországi székelyek közt és az itthoni székelyföldi székelyek közt van, hogyha mondjuk mindketten mondjuk kettős állampolgár? Hát igazából a kérdés az, hogy jogilag miként sorolják be,
ezt a fajta etnoregionális csoportot politikailag hogyan határozzák meg. Ugyanis azt, hogy valakit külön csoportként értelmezzünk, azt legtöbbször a jog dönti el. Létezhetnek arra vonatkozó törekvések, hogy különböző csoportok úgymond elismerésben részesüljenek, mint önálló csoportok, de a politikum úgy dönt, hogy ez nem történik meg, és a politikum dönthet úgy, hogy létező erőzetes jogilag rögzítette, mint ahogy van Magyarországon, vagy Romániában is vannak ilyen csoportok, helyzetek, amikor a politikum úgy döntött, anélkül létezne Romániában egy erre vonatkozó jogi keret, hogy nem. Itt most az a románok példájára gondolok, az Európa Tanács valamikor a 90-es évek végén hozott egy olyan határozatot, amely az aromán nyelv védelmét célozza meg, és akkor az arománok szövetségei próbálták elismertetni magukat, mint nemzeti kisebbség, és akkor Romániában is nem létező törvényben, de ott is a választási bizottság úgy döntött, hogy az arománok azok egy úgymond etnoregionális csoport, a román nemzet része, tehát hasonló érvek voltak. Ugyanis hát úgy nem egyértelmű az, hogy mikor beszélhetünk egy külön regionális alcsoportról, vagy egy külön etnikumról. Ugye a nyelvek esetében is látjuk, hogy nagyon sokszor a politikum számít, gondoljunk a volt Jugoszláviára, ahol kötőjelesen működött a szerb-horvát nyelv, amelynek volt két írás módja, a cirilbetűs és a latinbetűs, illetve amiután Jugoszlávia szétesett, azóta a jugoszláv nyelvtörvények, és a horvátországi nyelvtörvények egyértelműen arról beszélnek, hogy a horvát nyelv az külön, és hogy csak egy kényszerházasság volt. Persze ezt megteszik mindezt egy olyan nyelven, amit a szerbek is nagyon jól értenek, tehát megértési probléma nincsen. Hát ilyen szempontból egy picit nehéz nagyon egyértelmű határokat húzni különböző úgymond regionális csoportváltozatok és különálló etnikumok között. Ilyen fogas kérdés például a rutének ruszinok kérdése, akiket Ukrajnába regionális csoportként tartanak számon, mint ahogy itt is a Magyar Tudományos Akadémia úgy értem, hogy a székelység is a magyarságnak egy regionális nyelvi változatát beszélő, egy sajátos identitással és kultúrával rendelkező csoportja, de amely végső soron a magyar etnikumnak egyfajta regionális változata. Ugyebár a ruszinok esetében ezt elismerik a ruszinokot Romániában 2000-től, csak Magyarországon már a 90-es évek elejétől, kivéve Ukrajnát, ahol ruszinok úgymond nem léteznek. Ahol mindenki ukrán, hát úgy igen, ez így árnyalható. Kell-e a különbségeket keresni ahhoz mondjuk, hogy egy, hát nem tudom, egy csoport azt mondja, hogy mi másak vagyunk, mi nem úgy definiáljuk magunkat, hogy, hanem nincs is semmi különbség, mondjuk ahogy volt a szerb-horvát példa, ugyanaz a nyelv igazából, de azt mondják, hogy mi horvátok vagyunk, és persze van egy regionális aspektus. Hát van egy vallási különbség is, és van egy történelmi különbség is, igen. De kell-e ilyen különbség? Ugye most a székelyek és a magyarok köztet nem tudok felfedezni, hát azon kívül, hogy van egy dialektus, van egy nyelvjárás, ami nyilvánvaló megállapítható bizonyos esetekben, hogy akkor székelyről beszélünk, vagy nem, egy szatmáriról, vagy akármilyen más magyar nyelvűről. Kell-e akármilyen különbség ahhoz, hogy valaki azt mutassa, hogy akkor mi már pedig azt mondjuk, hogy mi mások vagyunk. A székelyek akarnak-e mások lenni? Hogyan látja ezt székely? Hogyan látja ön? Például ami a tudományos álláspontot illeti, hát volt egy hát a szovjet etnosz elméletet kidolgozottam, amely úgymond mennyiségileg próbálta objektíve megállapítani, hogy melyek azok a különbségek, és milyen mennyiségű különbség esetén beszélhetünk különböző népcsoportokról. Például a baszarmánok, ezek egy finnugor népcsoport, akkor ők a mansikhoz tartoznak, nekem ugyanazt a nyelvet beszélnek, de történelmileg mindenki tudja, hogy más etnikai származásúak. Ez a származás elegendője. És akkor a szovjet etnosz elmélet ott is nagyon váltakozott, volt, amikor elismerte külön népcsoportként, volt, amikor együtt kezelte. Tehát ilyen szempontból a tudománynak voltak ilyen aspirációi, hogy így valamifajta objektív külső mérce szerint állapítsa meg. Igazából jelenleg ugye a tudomány óckodik ettől, mert azt mondja, hogy hát kérem szépen, létezhetnek olyan fajta öntudatok, amelyekben a kulturális különbségek jelentősen eltérnek, jelentősen eltompultak, például az asszimiláció folyamatában. Ki a baszk, ki a skót, mennyire beszélik a gaelt Anglia különböző részein. Tehát ilyen szempontból azt mondják, hogy hát elegendő egy valami fajta identitás felvállalás, az úgynevezett szubjektív definíció, amit meg tudunk ragadni objektíven is, például politikai mozgósítás, például sajátos nyomásgyakorlás a politikum szintjén, hogy csak erről beszélünk. Tehát létezik olyan, hogy bizonyos regionális
identitásokat elismernek egyenrangú politikai identitásként, egy más etnikummal egyenrangú politikai identitásként. Ami Romániában a székelység esetében voltak erre irányuló törekvések a román állam részéről is, hiszen népszámlálások során a 2011-es kivételével külön a magyar egyenértékű kategóriaként kódolták a székelyeket, aztán összevonták. Vagy hiába érveltünk a 2011-es népszámlálás előtt, hogy a székely nyelv, hát ugye csak a nagyon vájfülűeknek van, az is egy tárnyelvi változat, mert hát igen, van olyan, hogy székelyben komplex cselekményeket el lehet mondani igék nélkül, kocsmába B a bicskát elé, a komába belé, de ezen túl igazából olyan székely nyelv az értelmetlen, és hát az érve az, hogy használják a rovás írást, ami szerintem egy kulturális kuriózum, mint egy reális kulturális különbség. Azért van ennek történelmileg némi alapja, hogyha azt veszük, ugye volt az Unium Trium Nationum, amikor a székelység mint egy mint külön nemzet, ugye, tehát nációnum benne van ebben is, voltak a magyarok, a szászok is a mint is külön rend. Igazából a nemzetet ott akkor nem a modern értelemben vett kulturális vagy állampolgári megalapozottságú logikában kell érteni, ez egy külön rendi tagoltság volt, akkor ennek megfelelően ugyebár a szászok is egy külön rendként értelmezhetők, és nem feltétlenül mind a németség valamilyen fajta regionális csoportjaként, vagy a svábok, cipszerek, landrerek, és hát tulajdonképpen a 20. század során például a nemzetépítés pontosan arról szólt, hogy ezeket a fajta regionális tagolódásoknak megszüntette egyrészt a jogi sajátosságait, tehát az állampolgári alapon, állampolgári egyenlőségi alapon tagolták be, és az etnikum vagy a kultúra fogalommal szerveztek és próbálták leírni azokat a jelentős kulturális eltéréseket. Sosem lehetett igazi rendet megalapozni. Tehát persze a szászok esetében fel sem vetjük a problémát, hogy ne németnek tekintsék magukat, vagy ne németnek tekintsük mi kívülről, de hát láttuk például a rutének esetében, vagy az előbb említett aromán példát, hogy csak az itteni környékbeli példákat hozzam, ahol még hát ez a fajta elismerés ugyebár felhoz valamennyi kulturális érvet, felhoz valamennyi történelmi érvet, de ugyanakkor konfrontálódik a politikai mezőnnyel, és ez a politikai mezőny egyfajtaképpen dönt. Igazából tudományosan csak azt tudjuk leírni, ami történik ezekben a mezőnyökben, hogy hogyan próbálják különböző csoportok a sajátosságaikat érvényesíteni, milyen sikerrel, és aztán utána persze megállapítjuk, hogy akkor ebben mennyire partner az állam, vagy mennyire nem partner az állam tulajdonképpen. Tehát olyan, hogy megmondjuk tudományos, hogy na ez egy különböző csoport, és ez nem, ez úgy azért úgy ma már nem divat, pontosan azért, mert láttuk, hogy olyan csoportokat, amelyek saját névvel rendelkeztek, amelyek elkülönült módon lettek, most az egység, azonosságot építik. Lásd akár a moldáv példát is, hisz a szovjet idők alatt a moldáv identitás építésén fáradoztak, és a 90-es évek során egy teljesen ellenkező politikai folyamat van. Noha persze nincsen problémánk, még nekünk másodnyelv, románt másodnyelvként beszélünk, nem megérteni mondjuk Pavel Stratánnak a moldáv tájnyelven énekelt dalait. Tehát ez látszik, hogy itt a politika, a történelem és a kulturális sajátosságoknak valamilyen fajta mezőnyében kell ezt értelmezni és látni, és sokkal inkább csak le tudjuk írni, mint előrejelezni vagy megjósolni, hogy mi hogyan alakul. És geopolitikai aspektusa is van annak, hogy akkor a kisebbség az kávé hogy helyezkedik el, hogy az anya nemzettől, az anya országtól, tehát mondjuk ez az arománság, ez épp Makedóniában van, vagy épp egy román kisebbség, nem tudom, Magyarországon van. Tehát itt vannak ilyen nüanszok. Persze, természetesen ez konkrét viszonyrendszerben dől el, hogy valamihez viszonyítva különálló vagyok, és itt Romániában azért az arománok esetében is persze a dialektus nagyon-nagyon különbözik. Én nem értem az aromán dialektust, de ennek ellenére tehát nagyon erős nemzeti mozgalom volt a két világháború között, tehát az arománok tulajdonképpen a szélső jobb oldalt támogatták, és hát erős nemzeti román nemzeti identitásuk volt. Az más, tehát tiszta, hogy vannak most csoportok, amelyek úgy gondolják, hogy kisebbségként el kellene ismerni őket. Nos, hát itt van egy szám, 1022-en támogatták ezt a választópolgári kezdeményezést, 1022-en támogatták érvényesen a szavazatukkal. Mekkora a székelység Magyarországon egyáltalán? Hát ez azért az 1.200.000 erdély magyar, vagy 700.000 székelyföldi székelyhez képest talán, nem tudom, viccesen kevés.
Hát most igazából mi az, hogy székelység? Mert tulajdonképpen a székelység valami fajta regionális tartozást tudatként jelenik meg, de hogyha népszámláláskor vagy-vagyban kell gondolkozni, akkor egyértelmű, hogy az emberek azt úgy értelmezik, és most már ez a bevett gyakorlatként működik, hogy a székelység a magyaroknak egy regionális alcsoportja, és ilyen szempontból egyértelműen ezt fogják vállalni. Nyilvánvaló, hogy származás és regionális kötődések szempontjából emberek elmondhatják, hogy székelyek vagyunk, de hát ez nem valami fajta olyan lényeg, amelyet minden helyzetben felvállalnak és megnyilvánítanak. Hát persze mondhatjuk azt, hogy hát tulajdonképpen az utóbbi fél évszázad, Magyarország irányú kivándorlásai során sokan távoztak el a székelyföldről is, és akik Magyarországon élnek, és valamilyen értelemben mindenhol lehet székelyeket találkozni. Igen, a vicc szerint Kolumbusz Amerikában a korondiakkal találkozott legelőször. Már ki voltak pakolva. Igen, már ki voltak pakolva. De alapvetően ez nem azt jelenti, hogy mennyi a székely, mert ilyen típusú kötődést, valamifajta adminisztratív, hivatalosított helyzetben nem tudom mennyien vállalnának. Tudtom szerint Magyarországon be lehet jegyezni ilyen a népszámláláskor, de én amennyire a magyarországi népszámlálások eredményét ismerem, legfeljebb a más kategóriába tehették be, vagy pontosan nem tudom, hogy hogyan intézték el ezeket a helyzeteket, akik székelynek vallották magukat. Tehát igazából ez így, ezt a kérdésre nem lehet válaszolni, mert hát biztos, hogy olyan típusú regionális kötődéssel, felmenőkkel, származással rendelkezők számát, akár több tízezerre vagy a százezernek haradóra is lehetne tenni, ha csak azon gondolkozunk, hogy Magyarország irányában azért legalább az utóbbi évszázad során 300 000-nél többen mentek ki, telepedtek ki, és hát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy sok. De hát mi ez a sok, és milyen viszonyrendszerben a sok? Summa-summarum, indokolt lenne ez egyáltalán? Indokolt-e ez a kezdeményezés? Illetve, hogy talán hát indokoltabbá tenni azt, hogyha a népszámláláskor nagyon sokan ugye a székelyt választ x-elték volna be opcióként, amikor ott volt Romániában, hogy akkor székely vagy magyar vagy, és minden, nem tudom, 700 000-en azt x-elték volna, hogy székely, akkor nyilvánvaló, ők azt gondolják, hogy székelyek, és akkor van helye egy ilyen kezdeményezésnek, akár Magyarországon is. De ez így? Az indokoltságnak a különböző politikai mezőnyben kell keresni ennek az indokoltságát, tehát tulajdonképpen mi az a többlet, ami megvalósul ezáltal. Úgy azért a magyarországi kulturális autonómia rendszerében hát erőforrásokhoz hozzá lehet jutni, lehet helyi önkormányzatoknál vagy oktatási jogokban részesülni, vicces volna, de ilyen szempontból, hogyha van egy adminisztratív erőforrás, hát hozzá lehet félni. Romániában hát a közbeszéd szintjén és hát általában a politikai gondolkodás szintjén azt mondják, hogy tulajdonképpen a székely mind külön magyartól eltérő, külön identitás kategóriaként történő felfuttatás az arról, hogy megosszák a magyarságot, hogy tulajdonképpen az 1930-es népszámlálástól kezdődően például, amikor visszavezették, hogy hát az anyanyelv a származást tekintik meghatározó ismérnek, így a magyarság száma azáltal is csökken, hogy például az izraelita felekezethez tartozást, ezt egyértelműen úgy vették, hogy valaki zsidó, miközben tudjuk, hogy a zsidóság jó része önmagát valamilyen értelembe véve, magyarnak tekintett és kulturális értelembe véve, a magyar nyelvet használt elsődleges kulturális nyelvként. És hát ilyen szempontból maga a székelység és a székelység, mint tematizáció, ez megjelent a korabeli eugenetikai politikákban. Például azt nézték, hogy a székelyek vércsoportgyakorisága teljesen eltér a Várad környéki magyarokétól, és ezt próbálták évként felhozni, hogy a székelységet külön kategóriaként kezeljék. Tehát van, ahol erőforrásokhoz lehet hozzáadni, valahol megosztás. Lesz ennek egy ilyen megosztó? Tehát, hogyha elfogadják? Nem tudom, mennyire gyűrűzik át, nem tudom, hogy milyen típusú politikai retorikákban, hogyan, mert viszont most is azért jelennek meg a román politikum részéről, és még akár közigazgatási okoskodások is, hogy hát igazából a romás írásos feliratokat le kell venni, mert a székelység nem vallotta magát 20%-ban székelynek senki azon a településen, és hát akkor ezt le kell venni, és hát ilyen típusú érvelések vannak. Valószínűleg, hogy meghatározó lesz, fel lehet hozni valamilyen típusú érvben. Nem hiszem, hogy a pontosan a két világháború közötti hát közhangulatot idézné fel, amikor egyértelmű volt, hogy hát a magyarság számát külön kategorizációs logikában külön csökkenteni akarták volna. Annál is inkább, hogy a legutolsó népszámlálásnál azért például, hogy két számjegyűek voltak a fő nemzetiségi kódok, és így a székely három számjegyű lett, tehát értsd a különböző típusú regionális identitásként kezelte, mint ha valaki oltyárnak mondja magát, azon nem vitatkozik senki, hogy ezt románként kell leértelmezni. Na hát így ez megjelenik ebben a fajta állami hivatalos klasszifikációs logikában is.
Nos, hát nagyon, nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a vége, illetve hogy hova fog ez kigyűrűzni. Horváth István szociológussal, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetőjével beszélgetem. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és hogy befáradt ide az Erdélyfigyelőbe. Köszönöm a lehetőséget.